Most úgy elfutnék, mindent itt hagynék, csak csönd legyen. Mint egy űzött vad, kit rég hajszolnak, lábam nem fáj. Amint egy átmeneti rítus, egy ilyen lemez felvétel, így annak a nagyon nemes értelmében, nagyon ősi értelmében. Ugye volt az első nap, amikor szerelgettünk, hangulatokat kaptunk el, hogy hát itt leszünk ebben a házban 3 napig, és aztán belementünk a kőkeményen a mélyébe. Úgy én 36 éves korom még mindig lemezeket szültem, tehát mindig ez volt a metafora, hogy amikor új anyagot csináltam, akkor szültem álmomba. És úgy is éltem meg, most már, hogy tudom, milyen az igazi szülés, teljesen hasonló a lelki oldala, testi tünetei csak részben persze, de hogy ez a kirakok magamból, a húsomból létrehozok valamit. Lényeg az, hogy azért hasonlítottam a szülésemhez, meg a korábbi, a szülés utáni első albumhoz, a Nőhöz, ami ugye ezt megelőző, mert úgy érzékelem a változást, tehát érzékelem, hogy azért itt egyel még mélyebből születtek a dolgok. Én akár egyszer beírok a YouTube-ba egy zenész, mindig azt írom, hogy live. Tehát én élőben szeretem nézni a zenészeket, hogy mi történik köztük a színpadon, hogyan jön létre a zene. Ez engem bármilyen videóklipnél sokkal jobban érdekel. Sting videói például példaértékűek nekem, hogy van egy nagyon jó szám, és csak zenélik, és közben viszonyok alakulnak ki. És ez a viszony a zenészek között engem nagyon érdekel, ez az, ami igazán beránt engem, meg emberivé teszi a zenét, a zenecsinálást, és én egy ilyet akarok megmutatni a közönségemnek. Más csókja kell, más karja kell, új illattól olvadjak el. Ez a második lemez, mióta Lili megszületett. Ugye Lili az én kislányom 3 éves, és ezt csak azért mondom el, mert ugye a szülés metaforáján maradunk, akkor itt arról is van szó, hogy miután viszont szültem, azóta tudom, hogy az milyen. Az a fajta újjászületés volt, ami egy újabb öndefiníció arról, hogy én énekes, dalszerző és anya, és nő, és még mindenféle ezer dolog, de hogy most már anya biztosan. És most eltelt 3 év, és az is történt velem, hogy most már túl vagyok a sokkon, meg a pánikon, egy 3 éves kislány anyukája vagyok, és közben ez a hitem, hogy ilyen dalokat, pont ezeket a dalokat csak én tudom létrehozni, ez megerősödött. Amitől én iszonyú meghatott vagyok sok mindentől, de az, hogy ilyen csapatom van. Elsősorban a zenészeim. 5 ilyen zenész, egyéniség, ilyen pasi, ilyen ember. Macskát vitted, Pistit? Már csak emlék, mi volt. Az, ahogy én dolgozom ezzel a közösséggel, az mindig azt is jelenti, hogy lélekben, tehát az életemben lépek egyik helyről a másikra. És amit itt a végén láttatok, ez a rengeteg könny, amit végül is úgy döntöttem, hogy hagytam feljönni egy ponton túl. Az azért is volt, mert ez egy nagyon fontos állomás. Minden lemez egy új énemnek a megszületése. Semmis emlék legyek, nyíj földre
közel a hallgatót, tehát hogy... És aztán még mindig van közelebb, tehát hogy még mindig maradnak titkaim, ha valaki esetleg ettől félt.